Sziasztok, Andi vagyok! Itt is lennék az Animal Shelter Simulator sorozatomnak a következő részével, azaz az állati menhelyjel, és mivel az előző részben sikerült elérnünk azt, hogy egy kicsit tudjunk bővíteni a menhelyen, ezért ebben az epizóddal mindenféleképpen szeretnék ezzel is foglalkozni, illetve természetesen tök jó lenne befogadni majd új kutyusokat, úgyhogy arra, hogyha megkérhetlek titeket, akkor kérlek írjatok nekem majd klassz kutya neveket, amire majd szépen át tudjuk nevezni ugye a játékbeli kutyusokat. Na de! Nézzük is akkor a számítógépet, ugyanis dolgunk van, és még a kávémat se ittam meg. Ez mondjuk a legnagyobb probléma jelenleg, és megnézem, hát ha esetleg kaptunk pénzt ugye az örökbefogadóktól, mert hogy ilyenkor ugye meg szokták támogatni a menhelyet, hogyha ugye sikerül jó háziállatot találni nekik, és 751 tokent kaptam ezért cserébe. Na, ez egészen jó. Hát remélem lesz akkor így elég pénzünk arra, hogy bővítsünk a menhelyen. Azt nézem egyébként, hogy két hely van, amerre tudunk ugye növekedni, illetve terjeszkedni. Hát szerintem én ezt használnám föl, 8820 pénzünk van, és illetve egy darab expand ticketünk, úgyhogy én ebbe az irányba szerintem meg is növelném a menhelyünknek a méretét, és akkor így át is tudom ezeket az épületeket helyezni. Tiszta Sims. Mondjuk az iroda az lehet, hogy nem baj, hogyha közel marad. Lehet, hogy a karámat, illetve a keneleket kellene áthelyezni. Hogy oda rakom a keneleket. Ezeket nem lehet átrakni? Nem, ezeket sajnos nem lehet átrakni. A drónnak a helikopter leszállóját sajnos nem lehet áthelyezni. Na de hol vannak itt a... De el is tudok adni dolgokat. Oké. De mi az, amit én el szeretnék adni? Igazából például ezt a szemétlerakót el tudom adni. És ezért kapok valamit cserébe? Nem merem eladni egyelőre a szemét elszállítót, mert hogyha meg rajtam marad az a rengeteg a szemét, az nem lesz jó móka. Viszont egy washing station-t kellene ugye leraknunk, és majd, hogyha jól látom, ezt is lehet fejleszteni. 3434 pénzbe kerül, hogy legyen egy ilyen épületünk, és ezt tudom szépen forgatni is. Q-val és E-vel lehet. Aha! Tök jó, oké, és mondjuk akkor lehet, hogy ezt arrébb helyezném, ezt a szemétlerakót, mondjuk egyenesen ide az iroda mellé, és akkor ide jöhetne ez a mosi állomás. Hát nagyjából oda szeretném lerakni, és remélhetőleg akkor úgy illeszkedik is rendesen. Ezt a macska kenelt pedig egyelőre én átraktam ide egészen a sarokba. Viszont akkor a kutyusokat lehet visszahúzom ide. Aztán majd meglátjuk, hát esetleg lehet majd még több kenelt készíteni. Tényleg egyébként olyat nem tudok csinálni, hogy még több kenelem legyen. Housing, cat cages, dog cages. Sajnos ebből úgy látszik még nem tudok venni. Pedig egyébként tök jó lenne, ha azt is tudnánk fejleszteni, jó? Oké, és elméletileg most egy kutyát kellene odavinnünk a washing stationhoz. Mert hogy ki kell, hogy próbáljuk ezt az új helységet. De akkor viszont örökbe kell, hogy fogadjunk egy új kutyust. Na hát mivel sajnos még azt nem láttam, hogy milyen neveket írtatok, ezért szerintem hagyom azt, amit a játék ugye alapból ajánl nekünk. Viszont tényleg tökre nagy segítség lenne nekem, hogyha írnátok aranyos, vicces, cuki kutyus neveket. Na akkor Pets to Take In. Széna van egyedül. Hát akkor Szénát fogadjuk be. Ha csak ő van... akkor Széna marad. Szegényke. Mondjuk az csak jó hír, hogyha csak egy kutya van jelenleg, akit be lehet fogadni. Az azt jelenti, hogy akkor nincsen most sok kóbor kint. Oké, és... most már így láthatjuk a átrendezett területet. Itt van ugye az új állomás, amit elkészítettünk. És hát elég érdekesen néz ki egyébként, olyan, mint valami autómosó. Na gyere, Széna! Nagyon éhes, szegény és nagyon koszos. Akkor először egyébként lehet én megetetném. Mármint, hogy ne kínozzuk már csórót. Oké, hogy az lenne most itt a feladat, hogy ugye megfürdessük, de én nem szeretném azt, hogy szegény éhes legyen. Széna, abban nincsen kaja. Téged ez nem zavar. Nem. Széna annyira éhes, hogy szegény megeszi a tálat is. Jé, adok vizet is, mert szerintem abban sincsen. Ahogy töltöm a vizet, egyből meg is issza. Nagyon, nagyon édes kis kutya. És akkor itt ugye láthatjuk, hogy a higiéniája az már pirosba van, tehát ez már tényleg olyan, mint hogyha a Sims-ben lennénk. Gyorsan eszik, és
nagyon-nagyon falánk. Hát, úgy érzem, téged se lesz egyszerű majd örökbe adni. Na de gyere, menjünk akkor, fürödjünk meg. Pancsi, pancsi! De valóban teljesen máshova kell raknom az állatot. Hát, pedig ide jössz, mész be a mosó... Nem, nem mész be a mosógépbe. Nem, nem, nem. Tehát ide le tudom őt rakni. Akkor elméletileg kell sampon. Wow. Oké. Okay. Szóval, hogy működik ez? Egy kicsi sampont kell majd az állatra rá squeeze-elni, így rányomkodni. Remélhetőleg nem lesz ilyen puki hangja, amikor kinyomjuk, mint amikor alig van már valami a tubusban. Aztán ugye a sponge-al, azaz a szivacsal átmossuk. Slaggal lelocsoljuk, és aztán szépen megszárítjuk. Csak nehogy elrontsam a sorrendet. Nehogy elrontsam a sorrendet, mondjuk először szárítalak meg. Ó, oh, oké. Okay. Egy helyen kapta, de ott nagyon kapta. Most jöhet itt a Misi Mosi. Ó, oh, nagyon édes. Amúgy ez a kutyus, te jó ég. Hihetetlen édes. Nekem legalábbis nagyon-nagyon tetszik. Olyan, mint egy mosómedve, de lehet, hogy csak azért, mert hogy a farkincája ilyen sötét. De tökre olyan, mint hogyha egy mosómaci lenne. Jó. De lerakjuk. És akkor most jön ugye a tisztítás. Oké, és... Mondjuk ez a... ez a slagos módszer, ez... elég érdekes, mit ne mondjak. Jaj, ne! Ne nézz rám így! Kérlek! Wow, olyan lett, mint valami vizes Lego figura. Jó. Ja, szóval tudom visszarakni? Van valami hely, ahol egy beton akasztani? Nem, ez csak így, így itt lesz jó, oké? Okay. Most jön a vezeték nélküli hajszárító. Hamarosan a mozikban. Na, olyan szép tiszta lettél szín, hogy szerintem csuk be a szemed, amikor arra fele fújok. Szerintem ilyen szép tiszta még sose voltál. Kifehéredett a kutya, pervollal mosták. Vagy Tomival, nem tudom, de... az biztos, hogy nagyon-nagyon szépen megtisztítottuk a kis kutyust, és... igen, oda kell adnunk egy új családnak, ami 0/2. Ez azért érdekes, mert azt írja, hogy adjuk oda az állatot az új családnak 0/2. Tehát most vagy ketten fogják örökbe fogadni őt, vagy nem tudom. Mert hogy ha ugye két állatot kell örökbe adnom, két családnak, akkor az több egy számba kellene, hogy jó, nem, nem fogok most ezen kiakadni. Teljesen jó lesz ez így is. Viszont valamit még kellene vele csinálni. Kicsit jobban meg kellene, hogy ismerjük. Kekszet mutatott ott az előbb, de úgy látszik a keksz az mégsem lesz neki tökéletes. Hamarosan kakilnia kell. Hát lehet, hogy akkor kihozom, aztán játszunk vele. Az is biztos fel fogja vinni a kedvét. Na gyere! Egyébként szerintem hangos lesz, nagyon-nagyon sokat ugat. De még egyelőre nem tudunk róla semmit. Kekszet szeretne megint. Na gyere, van nálam keksz. Kekszből mindig van. Széna! Gyere, ott a keksz. Edd meg szépen. Egyébként, hogyha le is ejtettem volna még egy kekszet, hát akkor a következő kutyus nagyon jól fog járni, hogyha ez így történt. Aaaa. És most Simit szeretne. Aha! Milyen szép lett. Most már nem olyan mosumac is. De egyébként nagyon-nagyon édes. Úgy ott, ott szereted a legjobban, ugye? Meg ott, meg a pocidat nem tudom megsimogatni. Pocidat is szívesen megsimogatnám. És megint kekszet szeretne. Na nem semmi. Ennyi kekszet tényleg nagyon falánk vagy, te Széna? Ennyi kekszet? Na jó, nem. Megérdemled. Olyan, mintha mindig lejtene egy darab kekszet. De aztán meg nincs ott a földön. Én ezt nem is értem. Labdázni nem szeretnél? Szerintem egyébként labdázhatnánk is egyet. Biztos szeretsz labdázni. Minden kutyus szeret labdázni. Jó, hát az már biztos, hogy játékos. Ezt már megtudtuk róla. Tehát, hogy ezek után nagyon meglepne, hogyha nem lenne játékos Széna. Az a mozgás. Szia! Köszönöm. Eldobjuk még egyszer. Na és most már tuti nagyon jó kedvű. Tehát a fán az most már annyira fönt kell, hogy legyen. És csendes. Az előbb ugatott úgy, mintha muszáj lenne neki. Hát jó. Na, megint megsimogatlak, jó? Tessék, kutyus, tessék. Oké, és... hát úgy látszik, hogy még megint kekszet kér. Hát, Széna nem bántásból, de... és ilyenkor szokott az lenni, amikor valami nagyon sértőt mondanak, tehát hogy ez így... ez már nálunk ilyen mém lett, ez a nem bántásból, de...
amikor valami nagyon sértő dolgot írnak le kommentben, és egyébként ezzel akarják kibekkelni, hogy hát nem sértésből írtam, de azért, na, érted, elmehetsz a bús fenébe. Több kekszet eszel, mint az összes kutya, aki eddig itt volt. Lassan az egész zacskóval megeszed, olyan dagi leszel, hogy nem fognak örökbe fogadni, érted? Meglátnak téged, aztán azt mondják, hogy egyszerűbb egy családot etetni, mint téged. Jó, hamarosan kakilnia kell, mi meglepő. Viszont, aki ennyit eszik, az bizony termel is. Egy jó fotót csinálunk rólad, jó? De a kamerával mindig hadilában állok. Tök jó lenne, hogyha belenéznél a kamerába, és most rászalad. Széna, azt mondták, hogy szép, csendes, aranyos kutya vagy. Úgyhogy légy szí, ne ugass. Na ez mondjuk nagyon cuki fotó lett, ez biztos, hogy nagyon cuki fotó lett. Egyébként pont azt hiszem, hogy megint sikerült odaraknom a kamerát, hogy ne lássátok a fotót. De amikor beszkenneljük, akkor úgyis látni fogjuk. Labdázni szeretne még. És akkor elmetem utána, el is tudom indítani a... ...tét. Majdnem azt mondtam, hogy álláshirdetés, de nem. A gazdi keresést. Catch! Folyamat kapom egyébként a Steam achievementeket. Gyerünk! Hozz vissza! Okos kutya. Jó! Illetve arra is gondoltam, sőt, tudjátok mit? Azok között, akik írnak nekem Instagramon is mondjuk kutyus neveket, csak írjátok oda, hogy ezt a játékhoz írjátok, hogy tudjam, hogy miért írjátok, azok között ki fogok sorsolni ehhez a játékhoz egy kulcsot. Úgyhogy Instagramon is írhattok nekem. Meg a videó alá is természetesen. Sajnos YouTube-on nincsen belső üzenet küldési lehetőség, úgyhogy ott ezt nem nagyon tudom megoldani. De hogyha Instán is megírjátok, meg mondjuk YouTube-on is, akkor lesz lehetőségetek nyerni egy ilyet. Na! És következő videóban pedig akkor el fogom mondani, hogy ki nyerte. Oké, és itt is van a képünk, be is szkenneljük, gyorsan bekapcsoljuk a gépet. És... galéria. Elmetek itt mindjárt meg is jelenik, itt is van Széna. Kicsit editálunk ezen a képen, mert nagyon-nagyon csábos, nem azt mondom, de szerintem egy kis piros még jót tenne neki. Fekete-fehéret nem szeretnénk, és valami cuki, ilyen szívecskéset. Bár a nevét pont kitakarja, azt fogják hinni, hogy Enának hívják, de jó lesz így is. Remélhetőleg majd tudnak olvasni, ez lesz itt a szűrő, hogyha azt mondják, hogy Enát szeretnék örökbefogadni, akkor így nem biztos, hogy maga lesz a megfelelő örökbefogadónk. Jó, Széna, more info, és akkor egy hirdetést fel is töltenék hozzá. Itt lesz ez a szívecskés, és senki sem tudja a Széna igazi történetét, mert egyik menhelyről csak a másikra vándorol, viszont biztos, hogy nagyon-nagyon jó barát lesz, hogyha elég szeretetet kap. Hát, nem tudom egyébként ez mennyire jó. Itt vannak emberek, akik egyébként szeretnének kutyát örökbe fogadni. Nekik mindegy, csak kutya legyen? Amit nem szeretne, hogy mischievous legyen. Hát... igazából... ő szerintem annyira nem alkalmas nekünk. Ő azt szeretné, hogy ne pisíjjen sokat. Ők azért meg kell nézni, igen, Szénának a tulajdonságait is. Ő azt szeretné, hogy... hogy felnőttek legyenek otthon gyerekek nélkül, tehát itt is a gyerekeseket kell majd kizárnunk. Hihetetlen egyébként, hogy mindig a gyerekesekkel van itt a probléma. Valahogy ezek a kutyák nem szeretnék, hogy gyerekek is legyenek a házban. Na, ő viszont nem szeretné azt, hogy mischievous legyen, illetve hogy bolondos, viszont szeretne egy csendes állatkát. Hát Széna csendes, viszont azért van sok más tulajdonsága is. Mindjárt megnézzük, hogy nála mi a helyzet. Severin Rudnál. Drága Rud! Nagy ház van, kutya, cica. És van sok szabad ideje. Hát... egyelőre én azért még lehet, hogy várnék ezzel. Igazából nem rossz ez a gazdi sem, de szerintem tudnánk jobbat is találni. Jó, ezeket viszont én szerintem elutasítgatom, mert nem fogjuk látni az új beérkezőket. Olyat szeretne, aki gyorsevő. Ilyet se hallottam még, hogy valakinek ez legyen a legfontosabb, hogy gyorsevő legyen. A kutyus. Hát a csendes és a gláton az annyira nem kért a tulajdonság. Viszont itt van gyerek. Hát akkor bocsánat, de gyerek az nem. Patrik, téged el kell, hogy utasítsalak. Dominika.
Ő nem szerette falán kutyust, úgyhogy akkor őt már alapból eldobjuk. Köszönöm, Dominika, nagyon szépen csücsörítettél a kis napszemcsitbe, de úgy érzem, hogy nem. Nem széna lesz a te kutyusod. Ilyen gonosz egyébként. Hát, nyilván meg kell válogatni. Viszont nem nagyon látok többi jelentkezőt. Várja, Szilvia még bejelentkezett. Szilvia nem szeretne falánk állatkát, úgyhogy akkor ő is el van utasítva. Hát akkor lehet, hogy Severin Rudd lesz a megfelelő emberkénk. Severin. Viszont félek, hogy egyébként találnánk neki jobb gazdit. Még egyet megvárok. Aztán, hogyha nem találunk jobbat, akkor megkapja Severin. Mark Sweet szeretne egy csendes állatkát. Egyébként lehet, hogy akkor ő még jobb lesz. Majának viszont tök mindegy, ő viszont nem szeretne falánkat, úgyhogy akkor őt alapból eldobjuk. Bár egyébként, ahogy látom, vannak, akik csak kutyát szeretnének, és nem kifejezetten szénát. Úgyhogy lehet, hogy nem érdemes az összeset elutasítani, mert lehet, hogy lesz olyan kutya a következőben, akiknek viszont tökéletes lenne az a... Peter, ez egy kutya menhely egyelőre, macska nincs! Hát, ilyet? Látja, hogy van egy kutya, akit örökbe lehet fogadni, én egy macskát szeretnék! Márkról mit tudtunk meg? Nagyház, van egy cica, nincsen gyerek, sok szabadidő van, viszont nincs kert. Hát, igazából szerintem nem rossz. Nem rossz, azt mondja, nem akar problémás állatot. Tehát ő biztos, hogy nem lesz problémás. Nála mi volt, ami fontos volt, hogy csendes legyen. Itt van kutya, cica, szintén nincs kert. Demian pedig a csendes állatkát szeretne. Hát, ahogy látom, nagyjából majdnem mindegyiknél egy-egy tulajdonság az, ami passzol. Úgyhogy, ha legyen Márké. Nem. Hamarabb, Severin hamarabb jelentkezett, úgyhogy Severiné lesz széna. És remélhetőleg akkor itt most nagyon boldogok lesznek, hogy egymásra találtak. Ki is viszem már akkor egyből. Tuti bekakált az úton, annyit kellett itt várnia. Szerintem legalább 4-5 darab meglepetés csomaggal találkozhatunk majd. Bár még egyelőre nem kakilt be. Na, abban is bízom, hogy nem a kocsiba fog bekakálni, mert az még rosszabb lenne. Talán lehet, hogy utána nem jönnének nekünk segíteni elvinni ezeket az állatkákat. Mi a széna? Örülök, hogy megismerhettelek. Ah! Ilyenkor mindig egy kicsit megfacsarja a szívemet. És... elméletileg egyébként ez is akkor egy egészen jó választás volt. Mennyire pontot kapunk? 634. És a regionális menhelyek között bent vagyunk a top 4-ben. Wow! Azt mondjuk azért nem rossz. Tehát, hogy ugye akkor a helyi menhelyek közül a negyedik legjobb menhely vagyunk jelenleg. Akkor nem akarom tudni, mi lehet egyébként a többiben. Tehát, hogy nálunk egy-egy kis állat van. Jó, mondjuk az tény, hogy így, hogy kevés állat van, így azért tudunk rájuk bőven időt és energiát fordítani. És akkor örökbe kell fogadnunk, igen, megint egy kutyust. Akkor csak, igen, a többes szám az nem az erőssége a készítőknek. Kaptunk egy promóciót. Oké, és ez mire jó? Ennyi? 4.95-öt kaptunk Severintől. És azt nézem, hogy lehet, hogy érdemes lenne akkor még bevásárolgatnunk. Mit vegyünk? Igazából süti az szerintem elfogyott, úgyhogy sütit még vehetnénk. Lehet, hogy akkor veszek 10 darab sütit, most azért van bőven. 9-et vettem, nem baj, így is jó lesz. Azért van bőven pénzünk, amiben már tudunk gazdálkodni. Higiéniánál pedig majd tudnánk még fejleszteni. Hogyha jól látom, akkor lesz mop is például. Amivel fel tudjuk majd törölni a sarat, a koszt és a pisit. Oké. Valami játékot viszont vehetnénk még, mondjuk rubber bone-t. Vegyünk akkor ilyen rágcsálni való csontot, illetve vannak még itt dekorációk. Lehet, hogy akkor ezeket is érdemes lenne. Van egy ilyen table. Wooden doghouse with red roof. Van itt egy kutyaház. Ezt bárhova le tudom rakni? Mert azért azt még érdemes lenne akkor megnézni. Meg esetleg ezt a párnát is megvehetnénk. Ebből a párnából vehetnénk kettőt is.
És akkor ez 4.41-be került nekünk, tehát kb. Amit szénáért kaptunk, azt most el is költöttük. És mindjárt megnézem, hogy itt vannak a statisztikáink. Faithful Heart a harmadik, őket kell lenyomnunk! Őket kell mind-mind lenyomnunk. És akkor itt van a regionális, és lehetünk a világon a legjobb állati menhely. Na, az mondjuk azért elég jó, az már úgy tetszene. Oké, és akkor még azt akarom megnézni, hogy itt a build módnál ezeket el tudom-e helyezni, amiket most vettem. Elméletileg ugye most vettem egy kutyaházat. Ó, tudok venni még egy dog enclosure-t. Csak ez, ugye ez level 1-es, nem tudom, hogy ez így jó lesz-e nekünk. Tehát, hogy még egy ilyen kutya kifutót, még egy kennelt. Mondjuk, hogyha ezt arrébb rakom, akkor az odaférne szerintem. Mindjárt megnézzük, és akkor még több állatkát tudnánk örökbe fogadni. Lehet, hogy az egy kicsit káosz lesz, de szerintem úgy tudnánk szépen gyorsan haladni mindennel. Ezt is így elforgatjuk ebbe az irányba. És akkor lesz két level 1-es kutya kifutónk. Hát gondolom egyébként minél magasabb szinten lesznek ezek a kifutók, annál jobb lesz majd a menhelynek is az értékelés. Ezt nem tudom ide rakni, tényleg? Valahogy ezt csak ki lehet logikázni, hogy odaférjen minden. Ja, megnézem, hogy esetleg ez így ide elfér? Nem. Lehet, hogy akkor ezt a szemétszállítót mégiscsak ki kell, hogy töröljem. Mert csak ki lehet ezt valahogy sakkozni. Várjál, csak eladjuk. Jó, mostanában úgy sem rendeltünk olyan sok mindent, bár pont most rendeltünk valamit. Szóval ide átrakom akkor az irodát. Akkor remélhetőleg oda fog férni az a másik kifutó. Mert ahogy láttam, most ott azért már lenne lehetőségünk. Dog enclosure, oké. Akkor így oda fog férni még több kutyus. Jó, így már akkor elmeteg 4 kutyát is örökbe tudunk fogadni. Ez ide nem fér ide. Ha elforgatom, akkor valahogy azért szebben szerintem ezt be lehetne rendezni. Így, né. És ezt, hogyha itt elforgatom, ide fér? Ide fér, jó, akkor itt lesz az iroda. Milyen egyszerűen lehet egyébként szobákat pakolászni. És hát majdnem az összes pénzünket elköltöttük, remélhetőleg azért ebből a későbbiekben nem lesz probléma. Viszont akkor így már be tudunk fogadni akár 4 kutyust is, úgyhogy tényleg írjatok nekem neveket. És aztán akkor a következő epizódban szerintem hát akár 4 kutyát is örökbe fogadhatnánk, mert hogy most már akkor lesz bőven hely. És hát remélhetőleg 4 kutyáról is tudunk majd tökéletesen gondoskodni. Azt nézem, hogy még itt vannak ezek a kis párnák, amiket vettünk. Ezeket lehet tudom olyan ide rakni? Aha. Ó, és akkor arra majd szépen rá tudnak feküdni. Tök jó. Vettem még egy ilyet. Akkor ezt is itt berendezzük. Azt mondjuk úgy oda szeretném lerakni. Mit vettünk? Még van ilyen kis csipogós játék. Oda egyet lerakok, és akkor egyből majd itt tudnak játszani, és a kutyusok egyre egyébként barátságosabb lesz szerintem a menhelyünk. Van itt még valahol egy kutyaház. Na most ez nem tudom, hogy ez dekoráció, vagy használni is fogják, de ide lerakok egy kutyaházat. Majd ide be tudnak szépen menni a kutyusok. Jó! Szerintem, skacuk, ennyi lett volna most akkor ez a rész. Remélem tetszett nektek. Aztán hamarosan jövök a folytatással. Írjátok nekem kutyus neveket, és ne feledjétek, aki Instagramon is megírja, azok között ki fogok sorsolni akkor egy játékkulcsot. Köszönöm, hogy itt voltatok, Andi voltam, sziasztok!